Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nehogy elfelejtsem, azonnal sok boldogságot kívánok a Mária névre keresztelteknek, mert a szeptember 12-e van Szűz Mária névnapja. Hallgassuk meg az erre a napra elrendelt evangéliumot, a Máté 12.46.50-ből. Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokaságot tanította. Ekközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: Anyád és rokonait kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt, annak, aki szólt neki: Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Mindenek előtt hadd meséljem el, hogy első papi szolgálati helyem Nógrád megyében, Bercelen, egyszer csak két minisztrástól hallom, hogy ők testvérek. Hát nem akartam forszírozni, hogy hogyan is, mert az egyiket Bicsár Imrének hívták, a másikat Orosz Kilacinak. Elgondoltam, gondoltam, biztos csak ilyen fél testvérek, amilyen sajnos manapság gyakran előfordul. De ők kötötték az ebbe a karóhoz, mi testvérek vagyunk. Kiderült, hogy első unoka testvérek, a két édesanyja volt testvér, de Nógrádban még ma is az első unoka testvért is testvérnek nevezik. A most felolvasott evangéliumban a fordítás az eredetit egy kicsit sminkeli, mert azt mondja, hogy anyád és testvéreid odakint várnak. Ehelyett rokonokat használ ez a bizonyos fordítás, hogy érthető legyen. Jézusnak nem voltak testvérei. Rokonai, első a testvére, és ki tudja még hány rokona volt, de Szűzmária egyetlen és első gyermeke volt Jézus. Ezt még csak bemelegítőnek szántam, mert most egy kicsit gondoljunk arra, egy névről van szó, a Mária névről. Jó néhány nyelvben, ha megkérdezi egyik ember a másiktól, hogy tulajdonképpen mi is a neve, akkor valahogy ezeket a szavakat használja, mi a neved. De mi magyarok azt mondjuk, hogy hogy hívnak, vagy hogy hívják a barátodat, az édesanyádat. És milyen érdekes ebben a szóban benne van, hogy azzal, hogy én meg akarom tudni a másiknak a nevét, tulajdonképpen magamhoz közelebb akarom emelni, vagyis hívom őt. És Mária esetében is de jó lenne, ha ez így lenne. Ezért, amikor ma az ő névnapját ünnepelve köszöntjük Máriát, rögtön legyen bennünk ez az intenció, hogy hívjuk is őt. Akarjunk Máriával együtt lenni. Nagyon sok Máriás imádságunk ezt a célt szolgálja, de hát elsősorban természetesen az üdvözlégy Mária. Szeptember 12-e van. 17. században jártunk, amikor szomszédjaink, az osztrákok nagy veszedelemben a törökvész utolsó idejében már nem tudtak milyen segítséghez folyamodni. Hát kérem szépen Lipó császár elment Passzalba, és ott letérdepelve a kapucinus templom Mária szobra előtt Máriához fohászkodott. Máriát kérte, hogy segítsen. Végre másfél évszázados török uralom után felszabadulni, és szabadon élni a keresztény hitben tovább. És Mária közbenjárására a Jóisten meghallgatta a kérését. És 1683. szeptember 12-én a törökök elhagyták Ausztriát. Ez a szeptember 12-től ettől az évtől kezdve lett Mária névnapjaként megünnepelt szép Máriás nap. Később, ugye három évvel később, 1686-ban Magyarország is megszabadul a török uralom alól, és végre már itt is Mária tisztelő népként nem csak a német ajkulak, a magyarok is, megünnepelhették, és ünnepelhetjük ezen a napon ma is Mária névnapját. De azon kívül, hogy Mária névnapját ünnepeljük, azért mit is kellene elvárnunk ettől a Máriától, amikor nevén szólítjuk? Nos, az jut eszembe, hogy Nadányi Zoltán versében a földi édesanyával kapcsolatban mondja a költő, hogy mindig jössz, ha hívlak. Tehát visszautalva arra, hogy a név amit mi úgy mondunk, hogy hívnak, arra is kötelez bennünket, hogy hívjuk az illetőt, hát legyünk nyugodtak, Mária valóban jön. Máriaval együtt élhetünk, de a névviselése is. De jó, hogy elterjedt országunkban, és talán ha ma egy kicsit visszaszorulóban is van, mert ma olyan kacifántos neveket adnak a gyerekeknek, fiúknak, lányoknak egyaránt, hogy Hát nem sok kedvünk van hozzá nekünk papoknak, hogy kimondjuk a kereség szentségének a kiszolgáltatásánál, de ez van, ezt kell szeretni. Azért tudjunk róla, van, aki tudatosan választja gyermeke védőszentjének Szűz Máriát, és nevezi őt Máriának. Jó barátom volt, Julcsi és férje Jóska. Alig, hogy összeházasodtak. Megtudták, hogy nem lehet gyermekük. Sok mindent próbálkoztak, végül is örökbe fogadtak egy kislányt. És alig, hogy lezárult a procedúra, mégiscsak áldott állapotba került Jócsé. És világra hozta a saját gyermekét is, a másik kislányt, akit azt mondták, oly sokszor imádkoztuk, hogy most segíts meg Mária, hogy biztos, hogy őt Máriának köszönhetjük, és ezért Máriának hívjuk és ma is még ránk barátaikra is ránk szólnak, ha esetleg marikázzuk azt a kislányt, vagy Márinak, vagy Marcsinak akarjuk szólítani, nem, ő Mária. Mert érdemes volt Máriát segítségül hívni, és ezzel a névvel megajándékozni. Megjegyzem, ez a név többek között azt is jelenti, ha lefordítjuk, hogy a megvilágosító, Illuminatrix, megvilágosító, felvilágosító. De sokszor van szükségünk arra, hogy valaki felvilágosítson. Ha Máriát segítségül hívjuk, hívjuk így segítségül. Mária, világosíts föl bennünket, mint egy információs iroda. Abban a pillanatban már, amikor fohászkodunk, segíts, hogy dönteni tudjunk, hogy mit tartsunk fontosnak, és lényegtelennek, világíts rá a fontos dologra, és enged homályba elveszni a lényegtelent. Ez legyen az ő szerepe a mi életünkben. És nevezzük esetleg néha úgy is, ahogy Pázmány Péter a reformáció után jeleskedő, és ma egyetemi névvel is megáldott nagy jezsuita szerzetesünk mondotta, Isten laj, lajtóriája, mert ezen a lajtórián elhozta nekünk tulajdonképpen fiát Jézust, de hozza ma is minden segítséggel megáldva bennünket, Máriás lelkületű katolikus embereket, üdvözlény Máriát, rósefűzéreket, imádkozókat. Hozza el ezen az égi lajtórián közénk, Isten lajtóriája, Mária a kegyelmet. Amen. Köszönöm a figyelmüket!